Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, a régieket és az újakat is. Az elmúlt pár napban majdnem 100 új ember feliratkozott a csatornára, aminek nagyon örülök, és remélem, hogy élvezitek a videókat. Nos, elérkeztünk a High School Years gameplayünk második részéhez, és jelenleg vasárnap délután 6 óra van lassan, úgyhogy egy darabig még a szimjeink itt el vannak otthon, aztán holnap megyünk a suliba. Most épp Celine leült Sydneyvel videójátékozni. Sydney Nate-nek a haverja, és ő hívta át, viszont Celine teljesen oda van Sydneyért, úgyhogy amikor Sydney felajánlotta, hogy játszhatnának valamilyen kis jópofa játékot, természetesen azonnal belement, hogy imponáljon neki, amúgy magától nem hiszem, hogy neki állna videójátékozni, és Emily pedig csatlakozott hozzájuk, mert Emilynek nincs jobb dolga, mint az, hogy Celine nyakán lógjon, tekintve, hogy ő az egyetlen barátja. Úgyhogy ők most itt el vannak, játszogatnak egy picit, a többiek pedig... Dina már megint fut, mint ahogy azt az előző részben is csinálta, és úgy látom, hogy lassan meg fog neki jönnie a menstruációja, úgyhogy szerintem, hogy ne érjék balesetek, kellene rendelni ilyen kis dolgokat, mint például tamponok. És közben Celine kapott egy új félelmet, ami már megvan az egyik másik szímemnél is. Nem tudom, hogy hány ilyen félelem került bele a játékba, de kicsit úgy érződik, mintha túl gyakran ismétlődnének. Szóval Celine attól fél, hogy nem fognak megvalósulni a tervei és az álmai, ami ugyanúgy megvan Nate-nél is, illetve közben kapott ő is egy másik félelmet, ami a megítéléstől való félelem, viszont nála ez inkább a családi nyomás hatására van, tehát ő a családjának a megítélésétől fél, nem pedig a úgy általánosságban mindenkiétől. Mint ahogy Emily, aki miért sír a szekrényben? Szóval Emily valakitől kérdezősködött a Wuhu-ról, és mint kiderült, ez a rossz ember volt. Tudom, azt hiszem, hogy Lunától, nem, Rashidától, igen. Délelőtt a néhányan elmentek a thrift store-ba, és Rashidától kérdezett valamit, de nem figyeltem, hogy mit. Csak annyit vettem észre, hogy Rashida nagyon bunkón válaszolt neki, hogy neki most nincs ideje a kérdéseire, úgyhogy hagyja békén. Látjátok, egyébként Celine meg is kapta az új kis szentimentet Sydney irányába, hogy crusholja őt, és az előbb volt is emiatt egy ilyen idegeskedős kis hangulatjelzője. Van erre valami új interakciónk? Mert mondjuk be tudjuk vallani az ilyen kis álmodozásainkat, de nem tudom, hogy ez nem lenne túl direkt. Úgyhogy nekem valami kicsit visszafogottabb kellene, mondjuk megmutogathatjuk Sydneynek a szelfieinket. Szerintem az egészen passzol Celinehez, és bejöttek ide az üres szobába szelfiket mutogatni egymásnak, hogyha megnézzük, ez a szoba nagyjából félig be van rendezve, mármint hát ide vannak hozva ilyen kis cuccok, ugyanis ide be fog költözni majd valaki. De nem akartam rögtön azzal indítani, hogy megérkezzen a hatodik szimünk, úgyhogy ő majd szerintem ilyen péntek délután, szombat környékén érkezik majd. Úgyhogy most egy darabig a szimjeink még így lesznek csak ötösével. És Celine és Sydney nagyon jól elszórakoznak itt egymással. Megdicsérhetjük a külsejét szerintem, az nem annyira nyomulós. Nem akarom nagyon elsietni, mert hiába Celine egy magabiztos lány, de azért amikor valaki teljesen odáig van valakiért, akkor el tud menni egy picit az önbizalma. Főleg, hogy Nate haverjáról van szó, és Nate és Celine azért elég jobban vannak egymással. Nem tudom, hogy közöttük például lesz-e valami majd a jövőben, mert mondjuk vonzónak találja Nate Celine-t, de az a helyzet, hogy nagyon sok más lányt is vonzónak talál, mint például Lunát itt, illetve Rashidát is. Szóval most jelenleg Lunára és Rashidára koncentrálunk, aztán meglátjuk, hogy melyik őjükkel lesz valami. Amúgy nem tudom,
ezek a lányok, főleg Rashida mindig olyan bánatos fejet vág. Most épp Luna is, de ő kicsit jobbkedvűbb szokott lenni. Úgyhogy beszélgessünk egy picit Rashidával. Mondjuk, ha már az előbb úgyis itt nagyban boxolt Nate, akkor kicsit rajongunk a boxért. Aztán nem tudom, hogy mennyire ismerjük Rashidát, de megkeresem mindjárt az ismerkedős interakciót is. Nézzük meg, mit tudunk róla. Azt tudjuk, hogy mind a kettőjüknek ilyen első látásra crush volt a másik, és Nate szerint Rashida iszonyatosan vonzó. Ami mondjuk furi, mert nem kifejezetten az a tipikus olyan lány, akiről azt gondolnám, hogy Nate-nek bejön, akkor az már inkább Lunára igaz. A Luna mit csinál itt lent? Úgy látom semmit, csak szomorúan sétálgat. Szóval én Lunával jobban el tudom képzelni Nate-et, és Dinait berontott épp Nate-re. És ki az, aki itt a csap alatt hagyja a vizet? Ahogy látom, Nate. Jó, hát szerintem akkor azt hagyjuk is ott. Szerintem Nate hozzászokott, hogy mindig a bejárónők és a cselédek takarítanak helyette. Jaj, ne, Luna hazament. Meg Rashida is, mind a ketten hazamentek, pedig akartam egy picit még beszélgetni Lunával, de Lunával is, de mindegy. És lassan egyébként el kellene kezdeni készülődni az alváshoz. Még előbb gyorsan ránézek, hogy mindenkinek kész van-e a házi feladata, és Nate-nek miért van egy naplója? Úgy látom, hogy mindenki nagyon rendes volt, és megcsinálta a házi feladatát, és te mit csinál? Te hol vagy? Ez hol van ez a hely? Értem, ott a házam. Nem értem, hogy miért jött ki Celine ide a könyvtár elé, de mindegy. Sydney még itt van. Akkor Sydney-től elbúcsúzunk. Jó mégsem, mert Sydney is hazament. Szóval ott tartottam. Azt szerettem volna csinálni, hogy Celine-nek van egy közös képe az anyukájáról, ugyanis megcsináltam a szülőket, és most semmi nem látszik belőle, de ide ki fogom rakni ezt a kis közös képet az anyukájával. Megcsináltam a szülőket, úgyhogy gyorsan meg is mutatom, hogy pontosan hogy néznek ki a családfák. Celine-nek van egy kisöccse, illetve egy apukája, anyukája. Na most nem tudom, hogy az anyukáján mi ez a fura öltözék, és szerintem az apukája is valami random ruhában van, de most ezt nem kell nézni. Az a lényeg, hogy végre nem csak elméletben léteznek ezek a családi kapcsolatok. Dinának csak egy tesója van, akivel féltesók, nekik nincsenek sajnos szüleik. A Tristannal nem csináltam semmit, ő csak úgy van egyedül a világban. Emilynek van egy anyukája, illetve két kis tesója, akik ikrek, egy fiú és egy lány, illetve Nate-nek pedig van egy apukája, egy anyukája és egy húga, ugye, akiről már beszéltünk az előző videóban. Szóval 10:30 van, úgyhogy szerintem le kéne fektetni mindenkit, és ti mit csináltok itt? Micsoda? Express Need for Speed. Hát jó. Úgy látom, az összes szimem kb. A Wuhu-ról beszélget egymással. Jó. Szerintem ehhez még egy picit fiatalok vagytok. Egyébként nagyjából ilyen 16 évesnek képzelem el őket, úgyhogy annyira nem fiatalok, de még egyikük sem wuhúzott soha senkivel, úgyhogy majd egyszer biztos eljutnak odáig is, de az még odébb van. Na, én lefektettem mindenkit aludni, úgyhogy holnap reggel találkozunk, és elkísérjük a szimjeinket majd az első, legalábbis ebben a sorozatban, amit látunk az első iskolanapjukra. Hát reggel 7 óra lesz lassan, de mindenki annyira szorgalmas, hogy már nagyjából mindent megcsináltak, ami reggeli készülődésnek számít, úgyhogy most már csak Tristan elvégzi itt az utolsó
reggeli feladatait. Szalin táncolgat egy picit a suli előtt néttel, kicsit felpörgetik magukat egy kis popzenével. Dina éppen vitázni gyakorol, Emily pedig már megint Szalinnel cseverészik, hogy milyen napja van, vagy miket tervez a napra. Na és most, hogy idejött Emily, Nate inkább úgy gondolta, hogy lelép innen. Na és el is érkezett az iskolában menetel napja. Ugye mindegyikőjüket ki tudjuk választani, de hogyha nem akarunk mindegyikőjükre egyszerre figyelni, akkor ki tudunk választani csak egyet-kettőt, amennyit akarunk, és akkor a többiek, ha jól tudom, akkor ilyen rabbit hole iskolába mennek, de mi most mindegyikőjüket követni szeretnénk. Na hát megérkeztünk az iskolába, és még mindig szakad az eső, és most épp mindenki szívrohamot kap az eső miatt, mert úgy látom, hogy ráadásul nem csak esik, hanem konkrétan egy hatalmas vihar van, és ami még feltűnt, hogy Szalin lát valami nagyon csúnya szimet, ami nem tudom, hogy miért boostolja az ilyet hangulatot, tehát annyira csak nem lehet csúnya az a szim, hogy már konkrétan rettek tőle. És így néz ki a gimnázium, amit letöltöttem, most ebben a hatalmas viharban nem látszódik olyan jól, hogy mi van a háttérben, de ugye ott van mögötte a sportpálya. Hát szerintem menjünk be az iskolába, mielőtt itt belénk csap a villám, vagy valami, és majd remélhetőleg a többiek is bejönnek, és az igazgatónő terhes. Nem kéne ekkora hassal már otthon lennie? Na mindegy. Van már mindegyik szimünknek saját szekrénye, ez itt Szaliné. Mellette van Emily szekrénye, ők így egymás mellett, egymás mellé választottak, vagyis hát Emily akart mindenképp Szalin mellett lenni. Aztán Szalin mellett van Nate szekrénye, a többieké, ez igen, itt van Tristan szekrénye, és a másik oldalon van Dináé. Aztán a sulistársaink, hát szerintem, hogy hívnak téged? Hugo. Szerintem Hugót ismeritek, ő is egy alapszim. Aztán itt van Wolfgang Munch, aki kapott egy kis átalakítást, hogy kicsit ilyen darkosabb legyen a kinézete. Aztán Sofiát is ismeritek szerintem. Ő is egy alapszím. Jelenleg ők az osztálytársaink, illetve az új kiegészítővel érkezett ő. Neked mi a neved? Savanna. Savanna is kapott egy pici átalakítást, és most ugye ilyen szabad idő van, úgyhogy így a reggeli szabad időben Szalin egy picit felfrissíti magát. Nate megeszik egy almát, mert úgy látom egy picikét éhes. Emily pedig kér egy kis tanácsot Szalintől, hogy mégis mit csináljon így most, hogyan beszélgessen a többiekkel, akiket nem ismer, és itt van Cassandra is. Cassandrának van egy icipici, ilyen kis rózsaszín csíkja Dinával, ahogy látjátok, hogy oda is megyünk hozzá, szerintem egy picit beszélgetünk még Cassandrával. Hé! Miért gondolja Dina azt, hogy Cassandra nagyon csúnya? De ennek nem így kéne lennie, haló? Hát miért lenne csúnya? Hát tök jól megcsináltam szerintem. Próbáltam neki valami olyan hajat találni, ami hasonlít a Sims 2-es frizurájához, és ez állt hozzá a legközelebb. Amúgy miért az igazgatónő takarítja a WC-t? Itt nincsen takarító? Csak kérdezem. Jó, közben a szimjeink elindultak a terembe, ahogy nézem, mert lassan kezdődik az első óra, ami matematika lesz, és szerintem a többieknek is el kéne indulnia, nem kéne lemaradni az elejéről. De valamiért Szalin és Emily nem akarnak elindulni az órára. Jó, hát most már sikerült, de Emily úgy látom, hogy késik az óráról. És az órán egyébként nem sok mindent lehet csinálni, tehát így a szimjeink maguktól vagy előveszik a füzetüket, vagy nem. Ha nem veszik elő, akkor csak úgy figyelnek, és egyébként az órák alatt szereznek skilleket. Most, ahogy nézem, a logika skilljük fejlődik, és gondolom van összefüggés a között, hogy milyen tanóra van, és éppen milyen skilleket tanulnak az adott tanórán. Jó, hát ahogy nézem, mindegyikük egyes szinten van logikából, kivéve Emily, aki egész jól halad, mert ő már 3-as szinten van belőle. Természetesen Emily és Szalin együtt ülnek az első sorban. Amúgy tök jó lenne, hogyha
Nem tudom, nem csak ilyen kevés diák lenne, hanem mondjuk legalább lehetne annyi, ahány asztal van, de hát előbb-utóbb remélhetőleg lesz erre egy mód, ami ezt megoldja, ezt a problémát. Na és ebédidő van, úgyhogy az ebédidőben szerintem Dina fel fog jönni egy picit tanulni a vizsgákra, Nét elmegy egy picit gyúrni, és szerintem ez a 30 perces workout, ez pont jó lesz neki. Emily a tanárnővel beszélget, ahogy nézem. Tristan ki fog menni a WC-be. Kár, hogy a WC-re nem lehet csak úgy leülni. De Tristan ki fog most menni a WC-be. És itt a WC-ben szórakozik egy picit. Ki ez a nagyon csúnya szim, akire ő gondol? Remélem nem valaki a mi háztartásunkból. Ő Morgan. Pedig Morgan is ilyen tök szexin öltözködik, aztán Tristan mégis azt gondolja róla, hogy iszonyatosan csúnya szegény. Hol van Morgan? Őt nem is láttam egyébként. Na mindegy, most van egy 2 órás szünetünk, úgyhogy azt el kellene tölteni hasznosan. Tényleg, és Celine-nek gyakorolnia kéne a pompom lánykodás, de hát szakad az eső, úgyhogy nem hiszem, hogy kint a szakadó esőben kellene gyakorolni. Na mindegy, vegyünk vele valamit. Snack, mindegyikben csak snackeket lehet vásárolni. Valami innivalót, vagy ilyesmit kellene automatából venni. Na nézzük, miket lehet venni. Mondjuk lehet venni ilyen citromos zelcert, aztán van még ilyen szilvás szóda. Hát szerintem ez a citromos bubis víz, ez tökéletes választás. És azt mondja, hogy az inventoringban fogjuk megtalálni. Jó. Emily épp Tristannal beszélget, viszont nem tudja követni, Tristan olyan gyorsan beszél. És nézzük meg közben, hogy mi történt a Social Bunny-n. Ugyanis szeretném, hogy a Celine-nek tök sok követője lenne. Na, ez például nem tudom, hogy mikor történt, de Celine kiposztolt egy elég flörtölős üzenetet, amiben betegelte Nate-et. Viszont hozzáadok még egy-két címet a kontakt listámhoz, mert azóta megismertünk még néhányat. És szerintem Celine egyébként jóban lenne Lunával, úgyhogy megpróbálunk vele így egy picit a social médián elkezdeni barátkozni. És természetesen Emily is csekkolja a social médiát. És szerintem az, hogy Celine megtegelte Lunát egy ilyen barátkozós üzenetben, az annyira nem tetszik neki, de nem hiszem, hogy ezt kimutatná egyébként nyilvánosan, úgyhogy szerintem reagál rá egy ilyen kis mosolygós emojival. Nem hiszem, hogy van benne annyi bátorság, hogy mérges fejet nyomjon rá. Posztolunk az ebédről, és mivel szeretne a Social Bunny-n ilyen nagyon jókedvű, magabiztos emberkének tűnni, ezért ilyen élénk hangulatban fogjuk ezt kiposztolni. És ez annyira nem illik hozzá egyébként. Tehát azt posztolta ki, hogy már alig várta az ebédet, hogy láthassa az összes barátját, és hogy lóghasson velük, és ez volt az iskolanapjának a fénypontja. És hát közben meg igazából itt lóg Celine-nel, és le sem mer menni az ebédlőbe, ahol tök sokan vannak. Hát igazából nagyjából majdnem mindenki itt van, aki ebbe az iskolába jár, mind a 8 színből 5, és igen, lassan kezdődik a következő óra, ami ugyanúgy ebbe a teremben lesz, úgyhogy most tudomány óránk lesz, ahogy nézem. Nét már elindult. Jó, egyébként mindenki elindul magától, úgyhogy nem is kell általában külön rájuk kattintani, mert ahogy itt a kis számláló azt mutatja, hogy fél órán belül kezdődik az óra, akkor mindenki fogja magát és elindul magától. Hé, nincs is még vége az órának, de Nate felállt, és úgy döntött, hogy elsétál futó padozni egy picit. Jó, hát értem én, hogy szereted a fitness, de azért lehet, hogy az órát végig kellene ülni. És ahogy néztem, Celine-nek ma lesz cheerleadingje. Jó, úgyhogy most végeztek az órával. Jaj, Dina, neked mi a bajod? Jaj, ne! Dinának megjött a menstruációja közben, és még nem érkeztek meg a tamponjaink. Na nézzük, vége van a napnak, és mindenki iszonyatosan jól teljesített, és a tanárnő
teljesen le van nyűgözve mindenkitől. Hát Dina, te gyorsan szaladj haza Jószeli, most el fog tűnni cheerleadingre. Tristan itt maradt házi feladatot írni. Ez kinek a házi feladata? Valaki elhagyta a házi feladatát. Tudja, hogy Dina volt az. Na mindegy, zsebre rakjuk szerintem. Mondjuk Szelinnek sincs meg a házi feladata, úgyhogy jó, neked itt van előtted, Emilynek megvan, Nate-nek sincs meg a házi feladata. Fogalmam sincs, hogy Nate hol hagyhatta el a házi feladatát, mert itt nem nagyon látok egyet se. Jó, de hát ahogy kisétált az óráról, erősen kétlem, hogy a házi feladata bármennyire is érdekelni. Na és Nate egyébként még nem lépett be a foci klubba, de szerintem most ez meg fog történni, ugyanis Noah éppen itt terjeszti az igét, úgyhogy természetesen csatlakozunk a futball teamhez. És láttam, hogy Sofia is itt hirdett valamit az előbb, de nem láttam, hogy micsodát, de most ránéztem, és Sofia pedig a cheer team hirdeti, és nem is tudtam, hogy Sofia például cheerleader. Na és kaptunk egy foci labdát. Na nézzük meg, hogy milyen, hogyha gyakorolnak egy kicsit. Remélem ezt is a suli folyosóján. Igen, természetesen a suli folyosóján fogják dobálni a labdát. Na küldjük addig haza a többi diákot, mert most rájuk már itt nincsen szükség, és 5 óra van lassan, úgyhogy szerintem senki nem akar ilyen sokáig a suliban lenni. Nate annak örömére, hogy belépett a foci csapatba. Hát ez jó volt, és a labda pedig csak úgy eltűnt valahol a falba. Szóval Nate annak örömére, hogy a foci csapat tagja lett, itt marad még egy picit gyakorolni Kane-nel. Ugye? Úgy hívnak. Jó, szóval Kane a vezetékneve, de egyébként Noah-nak hívják. És majd, hogyha kigyakorolta magát, akkor hazamegy, és Ava is terhes, ez itt mindenki terhesen jár dolgozni ebbe az iskolába? Wolfgang vajon mit csinálhat? Fél 6-kor az iskola WC-jében, inkább nem biztos, hogy akarom tudni. Na, de úgy látom, hogy Noah lelépett, úgyhogy szerintem Nate is induljon el hazafelé. A többiekkel is be fogunk majd lépni klubokba, ugye van még sok klub, meg nem tudom, hogy a számítógép klub is van elvileg, de annak nem látok külön termet, úgyhogy lehet, hogy a számítógép klub az csak itt működik, igen, valószínűleg itt működnek a könyvtár szobában, mert itt van nekik a kis plakát, úgyhogy van még számítógép klub, illetve sakk klub, úgyhogy ezeket majd kitaláljuk, de én azt szeretném, hogy Emily is majd egy bizonyos ponton a cheerleaderökhöz csatlakozzon, mert nyilván, mert hát Szelin is ott van, és hát ő szeretne mellettem maradni. Úgyhogy Emily mindenképpen cheerleader lesz majd, de egyelőre nem. A Tristan nem hiszem, hogy bármelyik klubhoz csatlakozna, szerintem őt nem nagyon érdeklik az ilyesmik. És Dinán gondolkodom, aki már megint fut. Szóval Dinán gondolkodom, mert ő szerintem hozzá a sakk és a számítógép klub is illene, de még nem tudom pontosan, hogy melyik lenne jobb. Valószínűleg a sakk klub az egy fokkal jobban illene hozzá, mert szerintem ott inkább ismerhet meg olyan embereket, akikkel ő szívesen lógna, mert ugye a számítógép klubba oda valószínűleg inkább az ilyen kis geekek járnak, akik szeretnek programozni meg ilyesmit, de Dina ugye inkább a politika irányába szeretne majd fejlődni később, úgyhogy nem biztos, hogy a kockákkal kellene neki barátkoznia. Na hát szerintem lassan befejezem ezt az epizódot. Gyorsan nézzünk rá egyébként, hogy mindenki rendben van-e. Emily pedig meglepően magabiztosnak érzi magát. Miért csinálsz úgy, mint hogy az erhes lennél? Szóval meglepően magabiztosnak érzi magát, és valamitől most épp azt gondolja, hogy jól néz ki, meg ilyenek. Nézzük meg, hát ha érkezett valami visszajelzés, de nem érkezett az ő posztjára nagyon visszajelzés, csak Szelin rakott rá egy ilyen kis mosolygós fejet, viszont Szelinére úgy látom, hogy sokkal több érkezett. Nyilván neki van nagyjából a legtöbb követője. Dina nem egy nagy social bunny-s emberke, viszont szerintem a könyvről simán posztolhat, amit nemrég olvasott. Szerintem Nate is simán kiposztolná, hogy csatlakozott a foci klubhoz magabiztos narratívában. Tristannak pedig nincsen social bunny-ja, szerintem őt ez se nagyon érdekli. És közben Luna felhívta Emilyt, hogy egy ilyen nagyon-nagyon ijesztő
horrorfilm kijött múlt héten, és ők be fognak szökni rá és megnézni. És szerintem Luna azt akarja, hogy Emily is menjen el, és hát gondolom röhögni akarnak rajta, hogy Emily milyen béna, de aztán ki tudja, lehet, hogy nem, de én kb. Ezt nézem ki Lunából és a társaságából. És hát ugye, hogyha most otthon laknánk a szülőkkel, akkor erre engedélyt kellene kérni, vagy pedig kiszökni, de ugye egyedül élünk, tehát itt nincsenek felnőttek. Szerintem amúgy a felnőttek mondjuk itt lakhatnak kb. Ebben az épületben, itt lakik a kollégium felügyelője, innen néz át néha, hogy minden rendben van-e, illetve ugye tudnak telefonálni neki a szimek, hogyha valami probléma van, de itt velünk a háztartásban nincsen felnőtt, akitől el kellene kéreckednünk. Viszont szerintem ezt már a következő részre hagyom. Ezt a részt itt befejezem, úgyhogy majd a következő részből kiderül, hogy hogy alakult Emily a filmnézős estje Lunával és a barátaival. Úgyhogy, hogyha tetszett ez a rész, akkor lájkoljátok, ha nem lennétek eddig feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, legközelebb találkozunk.